Milánnak fújta a sípot, akkor nem volt gond már a Milán szempontjából, hiszen mind a három alkalommal begyűjtötték a három pontot. Csak a rendkedvéért a szokásos piros-fekete színű szállítást. A kupában kétszer is sikerült nyerniük, hát azért az más tészta. De Paul közben, hát eddig tényleg levegő sem nagyon jutott. Antonelli, Souza, nagyon jó ütemben teszi vissza, ott van középen Bakká, és elvárkolói. Hát, Antonelli biztos, hogy nem volt le sem, de ez még az előző szituáció. Suso. Suso laposan. Egyre veszélyesebb. Paletta. Paletta, húha! Kárnezisznek. De veszélyesen csapódott azért lefelé, ott egy pillanatra úgy tűnt, mintha Újhegyjel hozzáért volna. De nem így történt. Zapata, középen Badu mutatja magát, ez sem rossz, de Paul elvéti, Tiro! Abate. Abate, jó beadás. Bakká, Bonaventura, egyik sem tud kapura lőni. De aztán megteszi el Souza, és a felső lécet találja el. A harmadik távoli kísérlete, ez volt messze a legveszélyesebb, de most a Milán kerülhet veszélybe. De Paul, Zapata, éles a szöge, cső visszafelé, ez már sok volt. Souza pedig hátlőtt az argentin játékos, most pedig ő menti meg talán a góltól a csapatát. Itt úgy tűnik, hogy felszabadulhat az udinei kapu, de az igaz izgalmak csak ezután következnek. Itt már Kárnezis sem tehetett volna semmit, mert picit lejjebb megy. Na, de most egy olyan szituáció lehet, amelynél van oka az aggodalomra a Milánnak. Így is történik, hiszen meg tudták csúsztatni, és a hosszú oldalon Felipe érkezett. Kicsit löktek rajta, ezért ez büntetőt nem ért. Ha jól láttam, akkor De Paul csúsztatta a hosszú irányába. Antonelli maradt lenne a földön. És többen is jelzik, hogy akkor valóban gyors közbeavatkozás szükséges. Itt van még egyszer. Bent a darálóban, kellős közepén Luca Antonelli. Saját játékosával, a másik kopaszával, a kiívó megszerezte a vezetést a Lazio ellen. Alfredson! Hú, nagyon kevés! Ez volt a jellemző az első fél időre, és hosszú-hosszú perceken keresztül a felező vonalat sem lépte át az Udinese, aztán egyszer csak vezetett egy veszélyes támadást. Bakká. Suso. Bakká. Éles szögből, onnan nem jön egy ró. Badu. Itt a hideg zuhany. Próbálkozik a mikolókat a második góllal. Itt meg lehet, hogy három pontot szerez Abate. Ott van mellette. De nem tud mit csinálni, és Donnarumma sem. Még meg is pattan talán Abate melkasán, onnan pattan be a kapuba, de ezt nyilván Pericának fogják adni. Igen. Egy pekkes gól a Milán szemszögéből. Ettől függetlenül nagyot hitte. Alfredson lepatta a Hondáról, még nem az a típus. És Bakká gól helyzetben büntetőt szeretne a kolumbiai, meg nem is nagyon lehetett látni, hogy mi történt. Ez Alfredson hibája, azt kell, hogy mondjam. És nem tud rendesen hozzáférni a labdához Bakká. Angela.